A háború és a félelem legyőzésére szólította fel a híveket Ferenc pápa húsvét hétfői mennyek királynője imádságában. A katolikus egyházfő a Szent Péter Bazilika lodzsájáról elmondott beszédében úgy fogalmazott, Isten megnyerte a döntő csatát a gonosz szelleme ellen. A pápa ezután azt mondta, imádkozik, hogy az emberiség Istentől meggyőzve mondjon le saját terveiről, és terjen át az Úr békére és igazságosságra vonatkozó terveire. A feltámadt Úr kegyelme megvigasztalhatja mindazokat, akik szenvednek. Senki ne maradjon magára. A harcok, háborúk és konfliktusok adják át a helyüket a megértésnek és a megbékélésnek. Ezt a szót mindig hangsúlyozni kell, hiszen amit Krisztus tett a Golgotán és feltámadásában, az az volt, hogy megbékéltessen minket az Atya Istennel és önmagunkkal is.